Sziasztok, én Eszter vagyok, és ez a Vega Mama csatorna, ahol általában vegánságról, egészséges életmódról és hulladékmentességről szoktam videót csinálni. Viszont most tartok egy YouTube szünetet, éppen, ez már az. Többek között azért, mert Emilt bölcsibe iratjuk, és holnap kezdjük meg a beszoktatást, és arra gondoltam, hogy talán érdekes lenne, igen, ebből meg készülök inni, azért tartom ilyen bénán, csak ebben nem vagyok jó, de közben szeretném te meginni, mert mindjárt ébred Emil, és akkor már nem kell be hozzá. Szóval arra gondoltam, hogy elmondom, hogy mi van bennem, mit érzek ezzel kapcsolatban, bár azt hozzá kell tennem, hogy Instán, az anyurajzol oldalon, amit amúgy is imádok, de hogy ott van egy külön ilyen bölcsi beszoktatós rész is, ahol ilyen rajzocskákkal ábrázolja, hogy mikor mit érzett, meg egyáltalán mindenféle ilyen gyerekes szitukat, amik halálcukik, meg tök életszerűek. Úgyhogy, ha nem akartok egy tök hosszú videót végignézni ezért, akkor nézzétek meg inkább azt. Hát ez egy magánbölcsi, de nyilvánvalóan nem fogom elmondani, hogy hova jár Emil. Ami ezzel kapcsolatban még érdekelhet titeket, hogy ugye az ellátása, hogy lesz megoldva, van vegetáriánus menü, és megpróbáljuk abból összeválogatni a vegán verziót. Ja igen, illetve ami még érdekelhet titeket, hogy úgy tervezzük, hogy heti 3 teljes napot fog Ovi bölcsibe járni, és a maradék 2 napon meg ugye vele vagyok, illetve hétvégén értelemszerűen. A beszoktatásra viszont minden nap menni kell, úgyhogy ami elvileg 2 hét. Mosi pelust is meg fogjuk próbálni, hogyha sikerül, akkor mosi is lesz bent is. Emil a mosi pelushoz van szokva, igazából több mint egy éve nem is volt rajta eldobhatós, szóval nem akarom azt, hogy rögtön az is egy változás legyen neki. Aztán lehet, hogy őt tökre nem érdekelni, de hogy ezzel meg ez van, megpróbáljuk, nyitottak rá, de nyilvánvalóan figyelembe kell venni azt, hogy sok gyerek van, és hogy erre mennyire lesznek fogékonyak, vagy mennyire megy ez flottul, amikor kipróbálják. Egyelőre annak is nagyon örülök, hogy egyáltalán szóba kerülhet ez. Ugye, hogy mi az oka annak, hogy ő bölcs is lesz? Egyrészt az, hogy szerintem betegre unja magát mellettem, és nagyon szereti szerintem a nyüzsgést, meg a társaságot, a gyerekeket, tehát mindig azt látom, hogy a játszón is, meg mindenhol nagyon-nagyon nyitott, mindenkinek ajándékokat ad, meg nem szokott megijedni, félni senkitől, semmitől, szóval, hogy azt érzem, hogy ő rá lehet, hogy ez így pozitív hatással lenne, vagy lesz. Hát nyilván azért persze vannak félelmeim ezzel kapcsolatban. Amúgy tök érdekes, hogy sokáig nem volt, szóval, hogy én úgy voltam vele, hogy ha bölcs is lesz, akkor bölcs is lesz, és hát ez ennyi. Tehát, hogy mármint, hogy nyilván oké, hogy beszoktatás meg izé, de hogy maga az, hogy ő bölcsibe lesz, és nem velem, az ugye elsőre nekem nem volt annyira ijesztő. És akkor egyszer a játszón volt pár hete, hogy egy kisfiú a motorjában elkezdett így módszeresen neki rohanni az Emilnek, amit az anyukája nem vett észre, mert más gyereke is volt, és vele egy kicsit odébb volt, és akkor nyilván így kvázi meg kellett védenem, ki kellett vennem őt a szituból, úgy fizikailag, nyilván nem akartam így ráförmenni más gyerekére, de hogy vigyáztam Emilre, és akkor úgy belém hasított, hogy és akkor ezt tetézte, hogy utána jött az anyukája, hogy jaj, kisfiam, mit csinálsz? És akkor nekem mondta magyarázkodva, hogy hát 2 hónapot volt bölcs is, és már ezeket hozta haza, ez ilyen viselkedést. És hát nyilván ez a másik oldala a dolognak, hogy azt sem szeretném, hogy Emil ilyen legyen. Nyilván vannak ebben életkori sajátosságok, meg nyilván vannak ebben olyan dolgok is, amit hogy mondjam, nem csak a bölcsi a felelős érte, de hogy persze egy csomó olyan impulzus fogja érni, egy csomó olyan hatás, ami velem nem. Nyilván nagyon nehéz ezt elképzelni másfél év után, hogy nem leszünk mindig együtt, hogy tehát, hogy az én oldalamról is az, hogy nekem lesz szabad időm, nyilván dolgozni fogok. Vagy nem, mert amúgy ez is, ezt meg a Petras vlognál láttam egy Insta sztoriba, hogy ha bölcs is lesz a kislány, akkor ő nem tudom, 1 hónapot vagy 3 hónapot ő aludni fog. És ez annyira megtetszett, hogy valaki ezt így, nem hogy magának, de másoknak is bemeri vallani, vagy hogy így föl, tehát hogy így elhatározza, hogy hát basszus, ilyen, mit tudom én, az ő esetükben akkor lesz, nem tudom, 2 éves, 2,5 éves a kislány, hogy ennyi idő után igenis megérdemel egy hosszabb szabadságot kvázi. És nyilván akkor is ott vannak a délutánok, a hétvégék, meg minden, de hogy ő nem fog elmenni azonnal dolgozni, hanem egyszerűen
kiheveri. És hát ez nyilván nagyon nehéz az embernek, vagy nekem, hogy szeretek mindig produktív lenni, és tényleg rengeteg dolgom is van, tehát hogy kell is az idő, mert egyszerűen ez így most már tarthatatlan, de hogy ezt is bemerjem ütemezni, hogy mondjuk aludjak, akár napközben, vagy csak pihenjek, vagy csak nézzek ki a fejemből. Úgyhogy igyekszem majd ezzel kapcsolatban rugalmas lenni, de hát és nem haszontalannak érezni magam rögtön, majd meglátjuk, hogy ez hogy fog menni. Egyébként a bölcsödével kapcsolatban nekem nem volt semmilyen prekoncepcióm annó, tehát amikor megszületett Emil, vagy mielőtt megszületett volna, én nem voltam az, aki elítéli a bölcsödét, sem az, aki mindenképpen a bölcsit preferálja, tehát hogy én ezzel kapcsolatban azt éreztem, hogy ezt mindenki saját maga és a gyereke igényei szerint. Tehát ez tök egyedi, hogy most ez nem egy alapvetően jó vagy rossz dolog, vagy azért tényleg nagyon-nagyon függ a gyerek habitusától is, hogy mennyire boldog, mennyire kiegyensúlyozott. Tudom, hogy sokan azt vallják, hogy nem tudom, 3 éves kori minimum az anyuka mellett a helye a gyereknek. Én szerintem ez nem minden gyerekre igaz feltétlenül, és most nem azért, mert hogy bölcsibe megy Emil, hanem hogy én mondom, én ezt amúgy is így gondoltam, még mielőtt megszületett volna is. Szerintem ezt mindenki tök jól el tudja magának dönteni, arról nem beszélve, akinek ez nem lehet döntése, mert vissza kell mennie dolgozni mindenképpen. Jó ez, ahogy így a szürkével egybe olvadok a kanapéba. Szívesen. Hogy ez egy kicsit ilyen gyász is, hogy valami elmúlt, ami nem olyan lett, mint amilyennek képzeltem. Tényleg azzal együtt, vagy képzeltük, tehát hogy azért a Dávid nevében is nyugodtan beszélhetek, azzal együtt, hogy imádjuk Emilt, és ő a legcsodálatosabb dolog ezen a világon. Szóval, hogy ő kemény dió, és egy kicsit ilyenkor az ember tényleg ezt így elgyászolja, hogy nem tudtam babázni, hogy milyen kínlódás volt egy csomó minden, amit az ember nem tudott, hogy ilyen lesz, és aztán fölébredt, úgyhogy majd folytatom. Ma van a bölcsi reggele, izgulok. Egyszerre csak egy lépést, erre gondolok. Jó lesz, jó lesz, jó lesz, jó lesz. Ja igen, és ezt nem kell mondanom, hogy egy falatot nem evett a gyerek, és igen. És ma még, na ezért nem vlogol a gyerek mellett. Na most nem állványozok, meg semmi, csak gyorsan elmondom, hogy mi volt ma. Day one at the daycare. Szóval első nap a bölcsiben, beszoktatás. Ez a póló nem ugyanaz, mint ami tegnap volt rajtam, csak sok szürke pólom van, hészségetekre. Szóval tök jól ment az egész, erre számítottam egyébként, tehát én ezen a ponton még nem nagyon számítottam komolyabb nehézségekre. Egy kislány is éppen beszokóban volt a... Önnekik is ez volt az első napjuk, a másik csoportban, ott azért elég nehéznek tűnt a dolog, ott amikor kimentünk az udvar, akkor az anyukája kezében volt, meg ilyen kisírt szemekkel, szóval őt eléggé sajnáltam, illetve hát az anyukáját is, hogy már ezen a ponton ennyire nehéz nekik. Szerencsére velünk ez nem volt, úgyhogy első pillanatban bement az Emil a terembe, elkezdett játszani, ki is tudtam menni, ugye első nap elvileg még nem menne el az ember a gyereke mellől, de az igazgatóval alá kellett írnunk pár papírt, meg el kellett még rendeznünk dolgokat, és annyira jól el volt az Emil, hogy igazából ezzel nem volt probléma. Utána még mosdóba is elmentem egy külön alkalommal. Tök ügyesen ivott vizet pohárból, meg evett almát, 10 óra isztak, aztán pedig egy idő után kimentünk az udvarra, és akkor ott még egy fél óra, 3-4 órát játszott, ott is tök ügyesen el volt, autókázott, meg labdázott, meg így felfedezte a dolgokat. Úgyhogy igazából tök flottul ment az egész, nem aludt el hazafelé a kocsiban, illetve nem üvöltött egyetlen egyszer sem. Ez volt az első alkalom, hogy egyedül vezettem vele, tehát hogy nem volt más a kocsiban. Csak ő, meg én. Eddig mivel mindig ordított, ezért sosem mertem vele elindulni, de most egy ideje már úgy érzem, hogy ilyen rövidebb távokat egész jól kezd bírni. Nyilván az ott alvás lesz majd a keményebb. Látom azért, hogy a gondozók is egy picit tartanak tőle, mert ugye Emil még mellen alszik el, bár igaz, hogy a Dávid is el tudja altatni. Ha ritkán úgy van, de azért neki is szokott sírni, ugye nincs se nyonyókája, se cumia, se semmi, amivel ő könnyen el tudna aludni, úgyhogy
Egyedül az van, hogy egy megadott dalt énekelek neki mindig elalváshoz, egyet napközben, egyet pedig estére, tehát más-más. És akkor ezt mondtam a bölcsis néniknek, ennek tökre megörültek, hogy legalább valami kapaszkodó van, de hát nyilván nem ő lesz az első a földön, aki ilyen kondíciókkal kezdi az ott alvás beszokást. Kedvem, úgy érzem magam, ahogy kinézek, úgyhogy ez nem csalás, nem ámítás. Emil éjjel 3:30-4 ébren volt, úgyhogy tök jól indult az egész. A bölcsi az jól ment, az udvaron egyedül volt egy 3-4 órá, nem volt egyedül, csak én nem voltam ott, és tök jól bírta, semmi gond nem volt, csak és akkor egy ponton az egyik gondozó odajött hátra, ahol én voltam, hogy minden oké, és csak hogy annyi, hogy látszik rajta, hogy azért fáradt, mármint hogy olyan szempontból, hogy csak így ücsörög és nézelődik. És akkor előre mentem 3-4 óra után, és akkor ült egy ilyen kis piros autócskába, ilyen nagyon menő autók vannak, és a kis piros ruhájába, kis piros autócskába így csörgött és nézelődött a sarokban, de annyira el volt tűnve, hogy azt hittem, hogy hazament nélkülem. Olyan szívszorító volt látni. De közben nem volt semmi baja, tehát egy szava nem volt, csak így csendben nézelődött, de hát ez nem szokványos tőle. Ebéd nélkül le kellett fektetnem aludni, ahogy hazaértünk, mert borzalmasan fáradt volt, és szaladt a szobájába aludni, úgyhogy most már kb. Fél órája alszik is, és most van még csak dél, vagy nem tudom, 12:10, úgyhogy rohadt sok mindent kéne csinálnom, de lehet, hogy lefekszem aludni, aztán lehet, hogy nem ismerünk engem, de meg kéne próbálnom, mert ez így nem lesz jó. Úgyhogy mára ennyi. Tegnap is sokat gondolkodtam ezen egész nap, meg a Dáviddal is így ezen merengtünk, hogy jó, olyan pici még, de közben olyan nagy. Azt nem tudom, mondtam-e, hogy tegnap a bölcsiben kérdezték, hogy mennyi idős? 2,5 éves? Hát nincs még másfél, de igen, úgy néz ki, mint aki 2,5 éves. Na mindegy, szóval... Olyan nehéz! Ma van péntek, és megvolt az első bölcsibeszoktatós hét. Most alszik Emilt, hál' Istennek, nagyon jól vesz minden akadályt eddig. Tegnap meg ma már több mint 2-3 órát volt egyedül, tegnap 2-t, ma meg 2,5. Igazából elválásnál se volt semmi, tehát hogy így egy picit így megnyüffent, amikor elmentem, de nem sírt meg semmit, tehát nagyon könnyen elterelhető volt a figyelme, illetve amikor megjöttem tegnap, akkor az udvaron voltak, és akkor csak így elkezdett nekem mutogatni, hogy miket csinál éppen, ma már konkrétan egy ilyen kicsit ilyen csalódottság volt az arcán. És utána nem akart tulajdonképpen eljönni, tehát hogy végig, ahogy mentünk lefelé, meg kifelé, akkor ő folyamatosan fordult volna vissza, ami hát nyilván csodálatos és iszonyat nagy mázli, hogy ő ezt így veszi. Megmondta a bölcsis néni is, a gondozó nénie, hogy mennyire kiegyensúlyozott, mennyire stabil lelkileg, vagy valami ilyesmit mondott, ami hát nyilván balzsamozza a kis lelkemet. De hogy egyszer elesett, és akkor sírt egy picit, de hogy az is ilyen kb. Említésre sem méltó, és ezen felül meg tök jól áll van mindennel, meg mindenkivel. Na mindegy, szóval, hogy ennek ellenére, hogy ezzel együtt is mennyire nehéz ez, hogy ugye nem egy konkrét munkahelyre megyek vissza, szóval nem az van, hogy akkor ezt így meg kellett hozni ezt a döntést, és hogy ez, ennek így kell lennie, tehát hogy az embernek akkor nyilván akkor is nagyon rossz, meg akkor sok minden más miatt rossz, de hogy akkor van egy ilyen dolog, egy ilyen szempont, hogy hát vagy egy ilyen fix dolog, hogy hát ez, ennek így kell lennie. És ugye most meg az van, hogy hát még akkor lehet, hogy mégse kéne bölcsibe járatni, meg hát azért kibírnám, mert eddig is kibírtam, nagyon pici még, de közben annyira jól el van a bölcsiben, hogy tényleg így annyira az látszik, hogy neki ez kell,
És nyilván, ha nem ez látszana, akkor nyilván másképp állnék én is a dologhoz, meg akkor lehet, hogy nem csinálnánk, de hogy egyelőre az abszolút ez így rendben van. És hát ugye járok újra terápiára, már egy jó pár hete, és ott is nyilván erről is beszélünk sokat, és az azért segít a dolgon. Meg az, hogy egy gyerekorvosunk, aki ugye, akit én választottam, akit én nagyon kedvelek, és aki az Emilt is nagyon kedveli, és foglalkozik velünk rendesen, és ismeri az Emilt, és beszélgetünk ezekről a nehézségekről, és ő is azt mondta már hónapokkal ezelőtt, hogy próbáljuk meg a bölcsit. Mert hogy az ilyen típusú gyerekeknek, az ilyen alkatú, ilyen lelkiállapotú, vagy nem is tudom, tehát hogy az ilyen gyerekeknek ez sokat szokott segíteni, és szokták nagyon szeretni. Egyelőre ez látszik visszaigazolódni. Hát így is tényleg nekem is, meg a Dávidnak is ilyen nagyon... Nagyon nehéz. Manucska. De ez annyira vicces, hogy neki semmi baja nincsen. És mi meg itt szenvedünk. De szerintem ez annyira tipikus. Az első hét letudva, csíny letudva, és akkor hétfőn még ugyanaz lesz a menetrend, mint ma, és akkor kedden alvás. Tök érdekes, már most is írta valaki Instán, mert ma mondtam el Instán ezt az egészet, hogy ez most zajlik, és akkor írta valaki, hogy jaj, hát még olvasni is milyen megterelő, hogy ilyen pici babát, és hogy de hogy ez milyen jó, hogy nekem most jó. Kösz. Ez segít. Ez jó, ez segít. De megmutatok valamit. Ja. Az első anyák napi ajándékom, amit az Emiltől kaptam. Illetve tavaly is valamit rajzoltak nekem a Dávidtól. Az is nagyon kedves volt, de ezt csinálták a bölcsibe. És ott van, hogy Emil 2021. Úgyhogy ilyeneket csinál, meg tök sokat eszik, mindenfélét, amit eléraknak, mármint nyilván amik vegán opciók, és tudja, hogy hol, hogy melyik a jele, pedig csak maradták ki, meg hogy hol az ő törölközője, meg hogy melyik az ő szandálja, egy csomó ilyen szandálos, cipős fakból, szóval nagyon otthonosan mozog már most is, és olyan cuki. A második hétfője van. Szombaton Emil éjszakára nagyon belázasodott, soha életében nem volt még beteg, de hát nyilván tudjuk, hogy a bölcsi, meg a vi, meg bármilyen közösség, az egy új élet. 39 fokos láza volt éjszaka, megfolyt az orra, és hát nem is találtuk meg itthon a lázcsillapítót, mert hogy soha életünkben nem használtuk, és valószínűleg még nyáron láthatjuk a Balatonon. Na mindegy. Úgyhogy éjjel el kellett menni a Dávidnak gyógyszertárba, és akkor utána tulajdonképpen helyre is jött, vasárnap már semmi baja nem volt, de hát nyilván az éjszakánk az frenetikus volt, meg a másnapunk is, utána délután több mint 3 órát aludt, nagyrészt a mellemen, fél órát aludt magában, és utána már kellettem. Holnap próbáljuk meg az ott alvást. Amúgy azért is jó szerintem, hogy nem hétfőn, tehát hogy nyilván a gyerek miatt a legjobb, hogy nem hétfőn kezdi az ember az ott alvást megpróbálni, hanem kedden, de hogy nekem is azért lelkileg valószínűleg sokkal megterhelőbb lett volna a hétvége, hogyha végig azon parázom, hogy hétfőn meg már majd ott kell aludnia. Úgyhogy most elég, ha most parázom. Úgyhogy annyi lesz, hogy holnap is beviszem 8:30-kor, és akkor kvázi így készen létben állok itthon. Hogyha nem sikerül elaltatni, akkor fognak hívni, és akkor értek el menni. Hogyha pedig sikerül, akkor nyilván, amint fölébred, akkor szólnak, és akkor is szintén minél előbb oda kell érnem, hogy nyilván ne érezze magát elveszettnek, meg nem tudom, amik az én fejemben vannak. De az igazgató is elmondta ma, hogy mennyire jó az idegrendszere, amit múlt héten már a gondozónénik is elmondtak, neki is elmondtam, hogy hát ez zenefüleimnek, de... Otthon nem ilyen. De hát ezt én is sejtettem, meg ő is mondta, hogy ez ilyen tök alap, hogy
Nagyon másképp viselkednek a gyerekek közösségben, főleg az ilyen gyerekek, akik ennyire ingerkeresőek. Nem tudom, hogy a közösség ereje segíte majd, hogyha látja, hogy mindenki alszik, fekszik, akkor ő is, vagy teljesen ki fog borulni, hogy így mell nélkül, meg nélkülem, meg egyáltalán idegen helyen kell aludnia. Meglátjuk, a gondozónénik nagyon-nagyon aranyosak, nagyon figyelnek rá, azt látom, hogy mindenki tökre szereti őt, úgyhogy nyilván ez mind-mind melengeti a szívemet. Drukkoljatok! Nincs kedvem tovább állítgatni a kamerát. Csak gondoltam, bejelentkezem, közben megvarrom Emil badikáját, ami pöttyet elszakadt, ezt is használtam, vettem persze, de akkor nem volt semmi baj egyébként, iszonyat jó állapotú volt. Ma van a napja az ottalvás megpróbálásának. Eddig egyébként annyira nem izgultam ma ezen az ottalváson, nyilván reggel, amikor bevittem, akkor igen, de azóta ugye elfelejtettem, meg itt azóta dolgoztam, meg minden. De most, ahogy elindítottam a kamerát, meg ahogy látom, hogy 3-11 van, és azért lassan-lassan aktuálissá válik ez az alvás, azért most így elég izgulok. Ugye annyi van, hogy ha nem tudják elaltatni, akkor szólnak, és akkor oda megyek. Ha pedig el tudják altatni, akkor küldenek majd róla képet, hogy alszik. De hát ez mindegy. És akkor, hogyha alszik, akkor nagyjából majd úgy szólnak, amikor érzik, hogy szerintük induljak el. 3-12 van, most lassan aktuálissá válik az altatás. Úgyhogy izgulok, és ideges vagyok, és... Nagyon rossz. Aztán most lemegyek a DM-be. Kihasználom, hogy egyedül vagyok, banán sincs itt, és jól ókázok, és veszek egy 100-as csomag zsepit, amit vinni kell a bölcsibe. Úgyhogy megpróbálok valamit így fizikailag menni, haladni. Tényleg viszek kocsi kulcsot is. Jó ötlet. Most értem haza, és most kaptam két fotót, hogy fekszik, meg ül az ágyban. Egyelőre tök jól áll van, nézegeti a többieket, de nem alszik. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. Nem sír, meg semmi baja nincsen, de hát nem tudom, hogy lesz. Úgyhogy most itt tartunk, és én a DM-ben vettem magamnak egy vegán arcmaszkot, egy fekete szappant, amit régen használtam, meg egy ilyen dörzsi cuccot az arcomra, mert skincare percek, elkezdett nagyon durván megereszkedni az arcom, meg minden bajom van, így a fejemmel, mármint, hogy nincs minden bajom, amúgy tök jó a bőröm, meg minden, csak ez, hogy így nagyon elkezdtem érezni, nyilván köszönhető az elmúlt másfél évnek, hogy iszonyatosan megüregettem. Fél órája küldték a fotókat nekem, és azóta nincsen hír, azért ilyen jó a hajam, mert lemostam az arcomat, megkezdtem a treatmentet, viszont nem merem feltenni az arcmaszkot, mert gondoltam, hogy ha fölteszem, akkor úgyis azonnal menni kell érte. Úgyhogy most várom, hogy mi lesz a hír, hogy elaludt, vagy nem aludt el, menjek, vagy nem menjek. Mostanra így megbékéltem a dologgal, mármint, hogy onnantól, hogy megkaptam ezeket a fotókat, hogy most már úgy vagyok vele, hogy lesz, ami lesz, alszik, nem alszik, csak hát ne legyen ez neki így lelkileg megterhelő, nyilván. Ja, és azt nem tudom, hogy elmondtam-e ma, szerintem nem, hogy tegnap délután itt volt volt szomszédunk, aki szokott rá néha vigyázni, és gondoltam, hogy az nem lesz jó ötlet, hogy így hétfőn bölcsi után megpróbálom itt hagyni, de hogy írt, hogy ráér, és hogy át tudna jönni. És akkor, hát amint meglátta, Emil teljesen kiborult, és hát egyébként, és akkor nem mentem el, csak leugrottam egy pillanatra itt a vegán étterembe kaját hozni, és jöttem vissza, és onnantól együtt voltunk, nem tudom, 2 órán keresztül, tehát hogy itt maradt a Kati, csak én nem mentem el, és hát most először volt az, hogy Kati meglátta azt az arcát, amit én szoktam neki mesélni, és amivel ő sosem találkozik, mert nyilván tök másképp viselkedik vele, meg velem, ugye, ahogy most a bölcsiben is láthatjuk, úgyhogy ő mindig úgy volt vele, hogy én túlzok, meg hogy ez nem is olyan, meg igazából ő tök nyugis, meg és tegnap, várjátok, megjött a fotó, alszik! Gyerekek, alszik!
Istenem! Istenem, Dávid! Van egy kis zenélős nyuszi, annak a zenére aludt el. Jó, de ügyesek, milyen ügyesek, nem? Meghalok! Úristen! Beszarok! Atyám! Manoló! Manoló! Bajszus! Aluszik. Aluszik a Manoló. Édesem. Jaj, édesem. Nem sírt. Most kérdeztem, hogy sírt-e. Nem sírt, nem ellenkezett. Jaj, Istenkém. Szidom itt szegényt, pedig olyan ügyes. De nem szidom, mert nyilván itt nem arról van szó, hogy ő rossz lenne, vagy bármi. Csak a történet lényege az, hogy úgy ment el a Kati tegnap 2 óra közös ittlét után, hogy mondta, hogy... De kb. Így részvételt nyilvánított, hogy most így meglátta 17 hónap után ezt az arcát, amivel én nap, mint nap, hosszú órákon keresztül találkozom sokszor. Tényleg vele próbáltunk foglalkozni, ketten is voltunk rá, és egyszerűen semmi nem kötötte le. Nem érdekelte, sikított, hisztériázott, zokogott. Nyilván az felzaklatta, hogy a Kati idejött, de hogy az egy idő után már bratyizott vele is, hogy azon már így túltette magát, hogy akkor így nem fogok elmenni, meg minden oké. És ennek ellenére így viselkedett. Na mindegy, de most alszik, Atya Úristen. Felrakom a maszkot, iszom egy kávét. Szerda van, most közben akarok enni, ha meddig mesélek, mert most van 11:52, most értem haza az oltásomról, a második oltásomról. Előtte voltam futni gyorsan, most van megint a izgi rész, hogy vajon Emil el fog-e aludni. Ma megint ugyanaz lesz, mint tegnap, hogy amikor ébredezik, akkor írnak nekem, ha sikerül elaltatni, ha nem, akkor meg ugye értek el menni. Ha pedig ma is, meg holnap is elalszik, akkor holnap már csak uzsonnára ilyen 3-4-3 körülre kell érte menni. Tegnap tök ügyes volt, nem sírt. És tök jó volt ébredéskor is, de azért amikor érte mentem, akkor úgy látszott, hogy már úgy menne el, de aztán igazából megint nem, mert megállt integetni mindenkinek fél órán keresztül, de hogy azt megelőző 2 naphoz képest azért sokkal jobban láttam rajta, hogy azért most úgy neki elég volt. És akkor hazaérünk, akkor azonnal cici van. Most jobb volt a napunk, amúgy tegnap, mint tegnap előtt, szóval nem volt annyira ördögűzős, amíg el nem mentünk. Tulajdonképpen amit hazaértünk, ugye mondom, ez lement, ez a szopizás, és utána mentünk is el itthonról sétálni. Aztán még este is ment a Dáviddal sétálni. Úgyhogy a mi gyerekünk egy egész délelőttös bölcsi után is még 2 sétál, és még így sincs igazán lefáradva. Ugye amikor nem jár bölcsibe, akkor meg 3-szor sétálunk egy nap. Jaj, nem tudom, olyan nehéz ez, hogy az ember így másfél évig az volt a természetes, és nyilván most is azokon a napokon, amikor itthon lesz végig, vagy most a délután, amikor itthon lesz, akkor ugye az a természetes, hogy az ember tényleg semmit nem csinál, és abszolút rá koncentrál, és minden igényét háttérbe szorítja. Csak hát nyilván nem mindegy, hogy ezt minden nap, egész nap kell csinálni, vagy pedig vannak ilyen szabad idők. A lényeg az az, hogy dolgozni szeretnék, meg hogy dolgozom, és hogy nem bírom. De hogy emellett így igazából azt sem akarom szégyelni, sőt, tök jó lenne, hogyha ez egy pozitív dolog lenne, hogy újra el tudok kezdeni foglalkozni magammal bizonyos időszakokban. De hogy azt érzem, hogy ez egy kicsit ciki magammal szemben is. És nyilván, hogyha valaki ezt úgy nézi, hogy nem tapasztalt ilyesmit, nyilván azt gondolom, hogy nem nézi ezt a videót, vagy hogy én nem nézném. De hogy ez ilyen önzésnek tűnhet, de olyan sokáig annyira háttérbe kell szorítani az embernek magát, hogy ez, hogy most nem tudom, egy év után elkezdtem,
újra arckrémet használni, meg másfél év után most elkezdek megpróbálni valami arcápolási rutint összerakni, vagy nem tudom, tehát hogy így, és ezek nyilván ilyen, tehát hogy ez tényleg ilyen nagyon bénán hangzik elmondva, de hogy közben meg hadd legyen már ennyi nekem is. Az első fél évben fogat mosni is alig sikerült, igazából az első egy évben, úgyhogy ja, innen szép nyerni. Meg nyilván sem mindegy, hogy honnan jön az ember, szóval hogyha valakinek van mondjuk rendszeres segítsége, akkor nyilván az is tök más, tehát hogy mi tényleg heti egyszer van mondjuk 2 óra, amikor az utóbbi hónapokban volt segítségünk, de hogy ezt leszámítva tényleg egymásnak passzolgatjuk 0-24, és hogy nincs az, hogy leadni valahol, nincs az, hogy egy picit kettesben lenni, de semmi. Tehát, hogy most konkrétan az van, hogy lehet, hogy fogunk olyat csinálni, hogy még a Dávid ki lesz szabad napot arra a napra, amikor Emil bölcsiben van, meg akkor én is úgy intézem a dolgaimat, és mondjuk akkor elmegyünk moziba, vagy akkor elmegyünk ebédelni, vagy ilyesmi. Szóval, hogy így nyilván, hogyha lenne olyan segítségünk, hogy mondjuk heti párszor fixen el lehetne vinni nagyszülőkhöz, vagy ilyesmi. És tudjátok, hogy van az apukám, akit imádok, és aki egyébként más dolgokban rengeteget segít, de hogy ő nem tud egy fél napot együtt lenni az Emillel egyedül, tehát hogy ezeket a dolgokat ő nem tudja megoldani, és nem is elvárható. Úgyhogy ilyen tekintetben nincsen segítség igazán. És mit akartam még? Ja, hogy a bölcsis néni olyan kedves volt ma, hogy mondta, hogy hát ez a mosipelus ez igazából így tök ugyanaz, tehát hogy így nincs különbség neki használatban. És akkor mondtam, hogy hát igen, annyi, hogy ugye még nem kakilt itt az Emil, tehát hogy nyilván az úgy picit neccesebb. És mondta, hogy jó, de hogy ahányszor ő már bugyiból vakart kakit, az igazából nincs különbség abban sem. Tehát, hogy nyilván a bölcsiben egy csomóan szobatisztulnak, és ugyanúgy előfordul tök sok esetben, hogy ugye baleset van, és azt ugyanúgy ő intézi. Szóval, hogy ez ilyen nagyon megnyugtató volt, meg olyan jól esett, hogy erre is, meg így a vegánságra is ennyire odafigyelnek, képben vannak, hogy tudják, hogy akkor vegetáriánus menüből mit adjanak Emilnek, mit nem. Úgyhogy ez ilyen tökre megnyugtató, de most izgulni kell, hogy mi lesz. Most van dél pontban, úgyhogy ilyen fél órán belül, ha nem alszik el, akkor gáz van. 12 óra 20. Manolo elaludt. Édes nyuszifül. Olyan ügyes kisfiú. Olyan nagyon ügyes. Na, itt vagyok a bölcsinél, most jöttem Emilért, ugyanúgy, ahogy tegnap, ilyen 1:45 körül. Csak még gyorsan akartam mondani, hogy az az, ami nekem sosem adatott eddig meg, és most nagyon, nagyon jó érzés. Szintén azzal függ össze, hogy ugye nem nagyon van segítség, mint ezt már mondottam volt, hogy várom, hogy láthassam. És ez ilyen nagyon durván hangzik, meg lehet, hogy kegyetlen, hogy ez nem mindig van így, de ugye ő annyira keveset alszik egyedül, és annyira keveset vagyunk nélküle, hogy egy kezemben meg tudom számolni, hogy eddig ez hányszor volt. Most pedig szaladok érte, amikor mondják, hogy jöhetek, hogy megyek, és csak ezt el akartam mondani. Na most sajnos az történt, hogy írtak a bölcsiből fél egykor, hogy becsapódott egy ajtó, és arra felriadt az Emil, úgyhogy most el kell menni érte. Ez a mai, ez nem volt sikeres. Otthon akkor le kell majd fektetnem, remélem, hogy ez nem befolyásolja a, mondjuk úgy holnap, vagy hogy valaha még fog-e ott aludni. De Manolo. De nem, kicsit sírt, amikor megpróbálták visszaaltatni, de aztán, ahogy nem próbálkoztak, akkor tökül el voltak. Nos. Hazafele soha nem látott helyhiány volt az utcán, mindent végigjártam ezerszer. A két autók között, vagy hogy mondjam, autók között ilyen pontféle autónyi hely volt mindenhol, minden egyes autó között, a világ végén parkoltam, és onnan rángattam haza a gyereket meg a kutyát, ugye az Emilt ölben fogtam, Banát pedig próbáltam kordában tartani, majd mire visszaértünk a ház elé, addigra ott volt a világ legnagyobb helye. Hát az van, hogy 00:30 van, és még nem írtak a bölcsiből, hogy mi újság. Ugye a tegnapi után azért eléggé izgulok, hogy el tudják-e altatni. Ma reggel, persze,
sírt, mikor elmentem. Mászott volna föl rám, meg hát sírt, mondom, és hát annyi, hogy akkor felvette a bölcsis néni, meg így elterelte a figyelmét, vagy hogy mondjam, mondta, hogy akkor menjünk, nézzük meg ezt, meg azt. És tehát nem kiosontam, hanem ugye az mindig tök fontos, hogy elköszönsz, és úgy mész el. De, és akkor még egy sírt körülbelül egy, nem tudom, 5 másodpercig, ott kint ugye az ajtó előtt vártam, hogy megnyugszik-e, és akkor utána már nem hallottam, hogy sírt volna, úgyhogy valószínűleg azért ez nem volt annyira vészes, de hát nyilván így is nehéz, hát ugye ezt mondják, hogy 2 hét után a legjobb beszokónak is valószínűleg eljön ez a pont. Ja, csak hát ezzel a tegnapi ajtóbecsapódós felriadással együtt azért ez elég aggasztó, vagy hát rossz érzés, úgyhogy várom, hogy mi lesz. Elaludt már elvileg 4 környékén, ha jól értem, de szarabbul nézek ki. Minden egyes másodpercen mindjárt elmegyek hajat mosni, csak ezt vártam, hogy sikerült-e elaltatni. Elméletileg, hogyha nem kell sírva, akkor marad uzsira is, úgyhogy akkor ilyen 2:30 körül fogok érte menni az eredeti tervek szerint. Most beálltunk itt a dugóba, mert Emil érte, hogy jöttünk, most így már pénteki csúcs van. A lényeg, hogy mosolygott nagyon, tök jól el volt, 1 és 3/4 órát aludt. 1 és 3/4 órát aludt. Nem lehet tőle beszélni. Senkit ne téveszem meg, hogy minden nap ugyanúgy nézek ki nagyon sok szürke pólómban. Már 100-szor lezártam ezt a bölcsis videót, de lehet, hogy Emil óvodás koráig fogom vezetni. Ma meg igazából az volt, hogy hát nagyon sírt, mikor eljöttem, amire azért úgy számítottam, meg úgy láttam rajta, hogy azért lehet valami, de megint az volt, hogy amint kiléptem az ajtón, már igazából nem sírt, már vártam nyilván az ajtó előtt, és hallottam, hogy nem hallom. És hazajöttem, és akkor a Dávid meg rögtön ment el dolgozni. Azóta sírok. Sírhatnék komban, sírok. És hát nem tudom, igazából az van, hogy így minden összejött. Már amikor az egész bölcsizés elkezdődött, az azt megelőző héten, hétvégén, tökre rosszul lettem, vagy milyen betegség érzésem volt. Érdekes ez, hogy az ember mennyit bír. Nem tudom, hogy ezt is már elmondtam-e 600-szor, vagy sem, de hogy az ott az érzésem, mint karácsonykor, amikor az ember így nyomja a melót 1000-re, vagy valamilyen pihenéskor, hogy érzi a szervezet, tudjátok, hogy így kiengedhet, és akkor tök jellemző, hogy az ember esetleg lebetegszik, vagy ilyesmi, és tökre ezt éreztem, hogy így az elmúlt másfél évnek így, amikor az ember így szorítja magát folyamatosan, és amikor úgy látod a végét, akkor meg úgy kiengedsz. És az volt így az első fázisa. Most meg hát Emil hétvégente így betegeskedik. Most ma megint már nincsen semmi baja, meg igazából tegnap sem volt már napközben. Csak tegnap meg iszonyatosan fáradt volt, mert előtte éjszaka annyira taknyos volt, semmi más baj nem volt, csak 2 éjszaka, péntekről szombatra, meg szombatról vasárnapra nagyon-nagyon taknyos volt. És hát régen is ugye itthonról dolgoztam, és ez tökre megvan nekem, hogy a Dávid így elmegy itthonról, és akkor így integettünk egymásnak. Ettől sírnom kell, tök durva. Ez az az első olyan hét, amikor elméletileg rendesen 3 napot van bölcsiben, és majd délután megyek érte. Ezt így lelkileg nagyon helyre kell rakni az embernek, és ugye most még nekem olyan szempontból szerencsés helyzetben vagyok, hogy ugye nem heti 5 napra kell őt tulajdonképpen bölcsibe vinni, hanem csak 3 napra, tehát azért ugyanúgy marad 2 napunk együtt. Nem tudom megmagyarázni ilyen, közben megy a mosás, jóló. Szóval nem tudom megmagyarázni, de ilyen random sírógörcs hullámaim vannak, vagy hát így konstans tudnék sírni, ahogy megint így újra kell butolni a rendszert. Meg hát nyilván persze izgulok Emilért, mindegy, azért jól érezze magát, tudom, hogy jól érzi magát, akkor is nehéz. Tehát, hogy ne legyen lelkiismeretfurdalásom, tehát tényleg ez az anyai lelkiismeretfurdalás minden egyes percért, amit nem velük, vagy nem értük, csinál az ember.
Én se érteném, vagy értettem volna szerintem fél évvel ezelőtt, tehát hogy ez tényleg annyira olyan, hogy és lehet, hogy nem fogom érteni fél év múlva se, valószínűleg, de hát most ez van, most ebben vagyok, ezt tudom nektek megmutatni. Na, ha eddig 50-szer nem zártam le ezt a vlogot, akkor egyszer sem, de most lezárom. Most van a harmadik hét szerdája, második nap a héten, amikor Emil bölcsibe ment, és ma nem sírt, mikor ott hagytam. Ugye ma is, mint mindig, pakolta már otthon a cuccait, amikor mondtam, hogy megyünk a bölcsibe, és rohanni akart, úgyhogy ez egy jó vége, és akkor most már azt hiszem, hogy ez lesz a mintázat, hogy lesz olyan nap, hogy sírni fog reggel, lesz olyan nap, hogy nem fog sírni reggel, de alapvetően jól érzi magát ott, tényleg tegnap is azt mondták, hogy szuper napja volt, minden tök jól ment, úgyhogy szerintem ez lett a vége, és már így is úristen, mert elkezdtem vágni, és lehet, hogy ez ilyen, nem tudom, 3-4 órás videó lesz, de hát ez van, akit érdekel, az úgy is megnézi, akit nem, az meg úgy sem nézi meg, úgyhogy nem húzom tovább. Remélem, hogy tetszett nektek, és tartsatok velem a következő videóban is. Sziasztok!